Attila, egész életedet végigkísérte a mezőgazdaság. 70 éves elmúltál, sokan ilyenkor már békés, nyugdíjas napjaikat töltik valahol, pihennek. De te nem tudsz nyugodni, most is dolgozol. Mit csinálsz? Hát én aktív nyugdíjat választottam. Tényleg jó nyugdíjasnak lenni, nincs egyáltalán főnököm, csak a saját lelkiismeretemmel kell elszámolni. Viszont hát az IKR-es évek után, maradva az IKR mellett, én egy kis céget viszek, az IKR Solar Power Kft-t, és egy nagyon érdekes témákat választottam ki, amivel foglalkozunk. Kis csapat, de lelkesen csináljuk, és komolyan mondom, ez egy aktív pihenés. Szóval minden nyugdíjasnak csak ezt tudom ajánlani, ha még maradt energiája, akkor próbálj meg azt hasznosítani azt az energiát. Hát az egyik témakörünk az a napelemek, mert én már nagyon régóta meggyőződéses napenergia hívő vagyok, hiszen az egész földünk az, hogy itt zöldül minden, ez egy naperőmű, a növények találták ezt fel sok millió évvel ezelőtt, hogy a napból, az energiából előállítanak valamit. Vannak ilyen döbbenetes számok, hogy néhány óra alatt az emberiség egész éves szükséglete ide érkezik napenergiába, csak nem hasznosítjuk. És akkor rádöbbentem, hogy az egyik út, amivel még foglalkozni szeretnék itt a hátralévő években, az a napenergia, és hát nem véletlen, itt ülünk most az IKR parkban, itt valahogy nagyon előre elgondoltuk, hogy hogyan építkezzünk annak idején, mert az összes épület tetejének az egyik oldala az déli irányba néz, tehát ideális a napenergia hasznosítás szempontjából. Épül a 360 kW csúcs teljesítményű erőművünk, ami teljes mértékben ezt az IKR parkot, az itteni irodákat, műhelyeket el fogja látni árammal. Körülbelül augusztusra leszünk készen. Óriási gépeket forgalmaztál világéletedben, most viszont kicsi gépekkel foglalkozol, ilyet találtál. Ennek nagyon érdekes előzménye van, mert én Toszkánát nagyon szeretem, ilyen Balaton felvidékszerű az egész, domboldalak, erdők, és nagyon szépen karban van tartva az egész Toszkána, szóval jó ránézni. És ott egyszer egy ilyen agroturizmúval, ezek az ottani ilyen privát szálláshelyeknek a neve, láttam egy kis gépet, de nem is ráülős gép volt, hanem ilyen utánsétálós volt, és az volt ráírva, hogy orek. És akkor ott beszélgettünk, hogy na, hogy lehet ezeket a meredek legelőket karba tartani, hát, és ez felmegy ott mindenhova. Aztán úgy el is felejtődött. Néhány évvel ezelőtt egy japán úriember jelent meg nálunk, azt mondja, hogy hát ő keres egy magyarországi importőr forgalmazót kis gépek forgalmazására, és mondta, hogy mégis milyen, hát mondja, ilyen kaszáló, meg ilyesmi. És úgy hívták, hogy orek, és akkor úgy hátulról bejött a fejembe, hogy úristen, ezt már láttam valahol ezt a márkát. Az nagyon tetszett a hitvallásukba, kicsit olyan IKR-es volt, hogy nagyon odafigyelnek, hogy milyen legyen a minőség, a tartóság, mennyire legyen felhasználóbarát, és állandó fejlesztés. A tevékenységi körünk még egy aprósággal kiegészült mostanában, amit, hogy őszintén megmondjam, a Covid hozott ide nekünk, mert azt láttam, hogy mindenki igyekszik keményen védekezni a Covid ellen. Hol maszkkal, hol pálinkával, tehát mindenki próbál küzdeni ez ellen a kor ellen. És egy kicsit megpróbáltam beleásni magam ebbe a témakörbe, és én döbbenten láttam, hogy egy szemlátomás tiszta levegő mintába, hogy mi kúszkálnak. A napenergiával kapcsolatban egy belga céggel van kapcsolatunk, akik már nagyon régóta gyártanak infrafűtőberendezéseket, és ők kidolgoztak egy technológiát, hogy hogyan lehet ezeket a kórokozókat kiirtani a levegőből. Nem szűrést, HEPA szűrő, stb. A legtöbb ilyen berendezés ilyesmiket alkalmaz, ami egyébként maga a meleg ágya annak a vírusfészeknek, mert oda bemegy, ott nedvesség, ez az, nem hal meg a vírus, meg kell ölni. És megvizsgálták a különböző hullámhosszú infra tartományokat, és egy infra C jelzésű fény egyszerűen elpusztítja a baktériumot, a vírust 99,9%-ig, és maga a virágpor is megsemmisül annak a fényébe. Most behoztunk néhány darabot, próbáljuk, ragyogóan működik. Ez egy olyan út, hogy
minden orvos ugye azzal ijeszget minket, hogy együtt kell élnünk a koronavírussal és az összes többi más ilyen kórokozóval. Tehát nekünk valamit tennünk kell, hogy a levegő, ahol sokat tartózkodunk, és több ember tartózkodik, az mentesüljön ettől. És ezzel a berendezéssel el lehet érni. Jó néhány évvel ezelőtt létrehoztál egy gabonakereskedelemmel foglalkozó céget. Hát ez a cég már úgy felfejlődött, hogy itt egész nagy régióban vásárolja föl a terményeket, és nem is kevés mennyiségben. Nagyon nagy fejlesztéseket csináltok most. Hát büszkék vagyunk erre a cégre, és ez a cég bizonyítja leginkább azt, hogy az embertől függ minden. Itt sikerült egy olyan munkatársat, üzlettársat találni, Gábort, aki megszállottja ennek a terménykereskedelemnek, terményfeldolgozásnak, és egy rendkívül tehetséges ember. Gábor úgy megfogta ezt a céget, úgy megszervezte, természetesen egyetértésünkkel, hogy azóta ez a cég egy nagyon komolyan jegyzett cég lett, különösen itt a dunántúli terménykereskedelemben. Nagyon komoly export tevékenysége van, és van egy kukoricamalom is, ami nagyon régi, de nagyon jó állapotban lévő malom. Aznak a termékeit pedig a sörgyárak, mindenféle élelmiszeripari cég használja, komoly olaszországi export van. Tehát látszik, hogy az emberek akarják tolni, előrevinni, akkor Magyarországon is lehet egy olyan céget csinálni, ami most már Európa szinten is már tudják, hogy felkapják a fejüket a nevén, az, hogy a hoppá, hát ettől a cégtől már vásároltunk, nagyon megbízhatónak, alaposnak és korrektnek kell lenni. És miért szeretnek idejönni a termelők? Azért, mert olyan elektronikus és olyan gépi berendezéseket állítottunk be, hogy nem lehet csalni. A mintavétel teljesen automatikus, nem lehet belenyúlni. A szárítás is, műszerek mindenütt mutatják, nem lehet játszadozni, hogy a tört szem így, meg úgy, meg amúgy. Nem korrektül kibutatjuk, és én azt mondom, hogy hosszú távon a tisztességes munka mindig kifizetődőbb, mint hogy most próbálunk csalni, hazudni valamit, aztán vagy lebukunk, vagy nem.